A Kefax ZRT és a Szabadságharc 1848-1849 alapítvány a Kecskemét mellett elterülő Nyíri erdőben rendezte meg a március 15-i ünnepi megemlékezését. A hidegebb idő ellenére jóval többen látogattak el a rendezvényre, mint az elmúlt években. Férjem 74 óta megtartja a március 15-éket, ami egyáltalán nem volt szabad annak idején. 89-től rendszerváltásunk után vált szabaddá. Innentől kezdve 3000 ember jön el évente a március 15-i rendezvényünkre. Sajnos férjem 20 évvel ezelőtt meghalt, de én viszem tovább, és nagyon sok segítséget kapok a Kefax ZRT-től ennek a szervezésében. Nagy tettek, a nagy dolgok sokszor nagyon pici apróságok omulnak, és a hétköznapi ember számára az a legfontosabb, hogy mindenki a maga közvetlen környezetében ezeket a kis apróságokat megtegye. A március 15-i rendezvény színhelyéhez közel található egy erdészház, ahol Szujovszky László volt kerületvezető erdész 1848-49-es gyűjteménye tekinthető meg. Hát ő összegyűjtötte a múltunkat egy csoportba, hogy át tudjuk adni a jövőnek. Hál' Istennek a Vackorvár Erdei Iskola is ezen a területen van. Itt hetente változó 50 fős programokkal jönnek át a gyerekek, és ismerik meg a múzeumot. A 48-nak a történetét. Történelem órákat tartanak itt pedagógusok Kecskemétről, az ország különböző részéről hozzák el a gyerekeket. A mai világban még fontosabb az, hogy az ifjúság ismerje a múltat, tudja a gyökereit, tudja azokat a helyi kötődéseket, amiből a történelemkönyv lapjaiból olvashat, de ha ennek nem tapasztalja meg a tárgyasult valóját, mint ahogy egy ilyen gyűjtemény, ami mellett itt állunk, a régi erdészházban kialakított relikvia gyűjtemény. El tudja képzelni a mai fiatal, hogy milyen lehetett az, amikor valaki önszántából eliállt az ilyen hadaknak, eliállt az ebből fakadó veszélyeknek, és tényleg milyen lehetett az, amikor valaki életét adta a hazájáért, a szabadságért. Ez egy alföldi, poros vidéki városnak egy óriási érték az, ami itt megteremtődött a Nyíri erdőben, és a Nyíri erdő szívében az 1848-as alapítvány által élő emlékeket tudunk felidézni a múltról. A Kossuthról, Petőfiről és az aradi vértanúkról szólnak a helységek. Nagyon különleges, kivételes anyag van itt gyűjtve, tehát egy olyan, ami mint magángyűjtemény, páratlan Magyarországon 48-al kapcsolatban. A színvonalas rendezvényen kiemelt szerepet kapott az élő történelem, puskaropogástól és ágyúdöbörgéstől hangos látványos lovas bemutató, amelyen a Bács megyei huszárbandérium, tüzérüteg és a Kiskun huszár és honvéd hagyományőr egyesület tagjai vettek részt. A huszárok iránti hagyománytisztelet ez a 1848-as forradalom és szabadságharc során harcoló huszárok, akik külföldről is képesek voltak hazatérni, azok iránti tisztelet az, ami ez a hagyományőrzéshez vitt engem. Hát 25 éve alakult meg ez a bandérium, azóta tényleg minden évben itt vagyunk a Nyíri erdőbe, bemutató gerincét adjuk, talán a legtöbb tapsot a huszárcsapat kapja. A legfiatalabb, most jelenleg én vagyok a bandériumban, és én 2005-ben jöttem, csatlakoztam, és azóta a fiatalabb lovas nem csatlakozott hozzánk. Tehát itt vagyunk minden évben, és próbáljuk minden évben a hagyományőrzést egy kicsit népszerűsíteni, és ennek ellenére valahogy a fiatal generáció annyira nem csatlakozik. Viszont a nézettség az nagyon jó, évről évre nagyon sokan jönnek, nagyon sokan néznek meg minket. Szeretnénk megmutatni a fiataloknak azt, hogy annó hogyan élt, hogyan harcolt a magyar huszár, ugyanis nem mindig a magyar szabadságért harcoltak, hanem nagyon sokan voltak külföldre vezényelve. Onnan tértek haza a szabadságharc hívására. Nagyon jó szerintem a bandériumnak a közössége, tehát számomra például egy nagyon jó közösségformáló eszköz volt a társaság. Nagyon sok helyre eljutottunk, tehát mi jártunk Németországban, Szlovéniában, Svédországban, minden ezzel a huszárbandériummal. Nekem legalábbis egy nagyon jó lehetőség volt akár világot is látni, úgyhogy én javaslom mindenkinek, aki tud lovagolni, aki jól tud lovagolni, az jöjjön, csatlakozzon.
Azért egy nagyon stabil lovaglástudás az kell hozzá, tehát itt azért az ágyút is elsütögetik a fejünk fölött, a nézőközönség is, hogyha esik az eső, akkor esernyőt nyitogatnak, babakocsit tologatnak, tehát itt azért minden körülmények között, most is például idegen lovakkal, tehát nem ismerjük a lovakat, itt rakjuk össze a karusszát, amit lovagolunk, tehát azért ehhez kell egy nagyon fix lovastudás. Ha ez megvan, onnantól kezdve meg már a többi az jön magától. Ugye alapvetően két dologra érdemes felhívni a figyelmet, az önzetlenségre, hogy az emberek a szabadságuk érdekében képesek föladni a kényelmüket, a mindennapjaikat, és gyökeresen megváltoztatni az életüket. És ez a szabadság, ez összekovácsolja az egy-egy embert, az egy-egy egyént igazi nemzeti, igazi hazaszerető közösségé. Határtalanul diákcsere program jóvoltából erdélyi és soproni diákok tették szebbé munkájukkal az Ojtozi sétányt, amely Sopron egyik közkedvelt kirándulóhelye. Az ötlet ugye alapvetően az Erdészeti Technikumtól jött, minket megkerestek azzal, hogy ezen alkalomból tudnánk-e valami hasznos feladatot közösen kitalálni. Úgyhogy aztán arra gondoltunk, hogy mindenképpen egy olyan látogatott és frekventált helyszínt választunk, ahol nagyon-nagyon sok turista és kiránduló fordul meg, és ahol néhány óra alatt is nagyon hasznos munkát tudnak végezni a diákok, úgyhogy ezért jutott a választás ide az Ojtozi sétányra, illetve a Várisi sétaút ezen részére. Én úgy gondolom, hogy már most látványos és nagyon-nagyon ügyesek a lányok és a fiúk egyaránt, úgyhogy én bízom benne, hogy egy kicsit ők is úgy mennek majd haza, hogy hasznos dolgot végeztek ma, és mindemellett azért természetesen egy kicsit tájékozódnak arról, hogy mi hogyan is végezzük itt a munkánkat és a közjóléti tevékenységünket. Ennek az egész találkozónak egy különös érdekességet ad, hogy intézményünk 1885-ben Temesvár vadászerdőn került megalapításra, és a világégést követően 1919-ben az akkori igazgató, Török Sándor igazgató úr vonatra tette az egész iskolát, valamennyi tanárával, diákjával Magyarországra, először Tatára, később Esztergomba, majd Sopronba helyezték át az iskola székhelyét. Én kifejezetten jól érzem magam itt, hogy erdélyi diákokkal dolgozhatunk együtt, tehetünk a környezetünkért, segíthetünk így a tanúsvényen. Én jól érzem magam személy szerint. Köszönjük az iskolának, hogy itt lehetünk. Ez egy nagyon jó tapasztalatcsere, és ezáltal megismerünk más embereket, ismerettség, minden, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. Gyerekek, annyira aranyosak így együtt a rógyulásokkal, hogy tetszettek jönni, de hogy került ide ez a kitűnő csapat? Ez a kitűnő csapat a Határtalanul program keretén belül került ide. Ezelőtt két héttel voltak nálunk a soproniak, és most jöttünk mi 40 diákkal, 34 fiú, 6 lány. Hogy érzik itt magukat? Hát teljesen más ez a kép, mint az otthoni. Hát nagyon jól érzik magukat. Nekem tehát az egész programnak az elsődleges célja a baráti kapcsolatok kialakítása és tapasztalatcsere. A baráti kapcsolatok kialakítása az már nagyon jól működik. A tegnap volt egy közös baráti foci meccs. Úgy értettem, a este lesz népdal éneklés, plusz a közös munka, úgyhogy nagyon jó a hangulat. Aki erdésznek jön, szerintem mindenképp szereti a szakmáját, tehát azt megtanulja, azzal soha sincs semmi baj. Illetve aki erdésznek jön, úgy gondolom, hogy bárhol el tud helyezkedni, tehát ez az oktatás egy olyan tapasztalatot, tartást, az életre nevelést ad, úgy mondanám, hogy szerintem simán el tud helyezkedni bárhol. Azt gondolom, hogy aki ezt a pályát választja, az nem véletlenül választja ezt, és ezért úgy gondolom, hogy mindent meg is kell tenni, és nagyon fontos része az, hogy a gyakorlatban is kivegyük a részünket már az oktatás folyamán, és már a technikus minősítő előtt megtapasztaljuk azt, hogy valójában miről is szól ez a munka, és milyen ennek a gyakorlati oldala. Én úgy gondolom, és örömmel látom ezt, hogy ezek a fiatalok is hasonlóak, mint annak idején mi voltunk, és én bízom benne, hogy valamennyiükből kiváló kollega lesz. Ez az emlékmű hűmása az eredetinek, mely az Ojtozi szoros sziklafalába vésve hirdette a soproni 18-as honvédek és székely bakák vitézségét.
Jó volt jönni az emlékműhöz, hogy lehetett látni azt a szorgos munkát, amit ezek a gyerekek messziről, 1000 kilométerről jöttve ugye végrehajtottak. Azt lehet mondani, hogy ez mindenkinek az épülésére szolgál. Saját diákjaimnak, egyetemistáknak is el szoktam mondani, hogy minél többet keressék fel Erdélyt és a Székelyföldet, mert így válik szinte eltéphetetlen kötelékké a Kárpát-medencében élő magyarság, mert mi magyarok felelősek vagyunk minden magyarért. Tovább folytatjuk ezt a Határtalanul programban a alsó következő évfolyamokkal a kapcsolat építését, és én nagyon bízom benne, hogy azok az ideérkező csíkszeredai diákok, akik megismerkednek Sopronnal, megismerkednek az itteni erdészeti kultúrával, olyan hagyományokat tudnak magukkal visszavinni, amelyek ezt a kapcsot még szorosabbra fogják fűzni. Mikor az osztrák csendőrség Sopron átvételére vonult, akkor megtámadták Ágfalva határával ezt az osztrák csendőrséget, és visszakergették. Ez volt az úgynevezett első ágfalvi ütközet, első ágfalvi csata, és nem tudták átvenni Sopront az osztrákok. Másfél-két hónapon keresztül, sőt több, mert november közepéig itt éltek az erdőkben, Kőszegtől Moson-Magyaróvárig ezek a felkelők, teljesen lerongyolódtak, a fegyvereik nagy részét az osztrákoktól vették el, és tőlük szerezték, és így tartották a történelmi magyar határt. A december 14-én és 16-án megtartott népszavazáson Sopron és környékének lakossága összességében 72,8%-os arányban úgy döntött, hogy ők Magyarországhoz szeretnének tartozni. Én azt gondolom, hogy egy olyan programot valósítottunk meg a kollégáimmal, az erdélyi, a csíkszeredai gyerekekkel, ami nyomot fog hagyni az életükben. Erre majd nem lehet nem emlékezni, mert amikor majd egy újra találkoznak, akkor majd azt mondják, hogy emlékszel, mikor Sopronban, emlékszel, mikor nálunk ott voltunk a nyerekben, és ott együtt imádkoztunk, és itt meg együtt koszorúztunk. Tehát ez valami olyan közösségépítés, ami azt gondolom, hogy egy intézményben az elsődleges nevelési cél. Nagyon örülök, hogy létrejött és összejött ez a mai nap. Itt én úgy láttam, hogy a fiatalok rendkívül ügyesek voltak, és nagyon hasznos volt ez a dolog, hiszen megszépítettük az Ojtozi fasort. Jó volt azt látni, hogy az itteni diákok, illetve a kinti diákok, az erdélyi diákok is nagyon jól együtt tudtak dolgozni, és folyamatosan ment a eszmecsere. Nem különben velünk is, hiszen közben mi is azért megragadtuk az alkalmat, hogy a diákokkal beszélgessünk, illetve érdeklődjünk, hogy mi hogyan megy náluk, illetve megmutassuk azt, hogy mi mit és hogyan csinálunk. Egy újabb bögre forró vadászta mellett, ezúttal Agyaki Gáborral beszélgettünk, aki számtalan területen bizonyította már a vadászati pálya iránt érzett szeretetét és bölcs szakértelmét. A vadászkutyázás szépségeiről, a vadászkürtölésről, valamint pályájának kezdetéről kérdeztük őt. Nálunk apai vonalon voltak vadászok. Édesapám nem vadászott ugyan, de apai vonalon nagybátyáim vadásztak. És hát ez Somogy megyébe, Darányba élnek. Onnan indult minden, abból az udvarból, onnan a kutyák közül, és aztán falusi környezetben nőttem föl, természetesen erdő közelébe, úgyhogy minden illat, minden szag és minden az évszakok változása, minden természetesen, mint az rendesen beleívódik az emberbe. Amikor megszülettem, állítólag az édesapám aznap vette egy kutyát,
és nyilván kutyákkal nőttem föl, és már valamikor 1978-ban csináltam egy kutyaiskolát, ahol kutyákat képeztünk, és folyamatosan kutyákat képzeltünk. A nagy szerelem az a véreb és a vizsla, amikkel főképp foglalkozom, de én igazából nem szeretek különbséget tenni, akár a hajtókutyákat ugyanúgy megbecsülöm, és nagyon, nagyon tisztelem például azt a munkát, amit a disznós kutyák végeznek el egy-egy hajtásban, de nyilván azért a csúcsba a véreb áll, amikor egy-egy ilyen hajszó után az ember lerogyik, úgymond a kutyája mellé, olyan adrenalin szabadul föl, és az olyan érzés, amit hát nehéz megmagyarázni, szóval nem tudnék kutya nélkül lenni, és remélem, hogy nem is lesz olyan időszak már az életemben, amikor kutya nélkül leszek, talán nem is volt. Úgy gondolom, hogy nyilván már a koromból adódó is a fiatalok talán elfogadják azt, amit az ember mond. Ez a kutyás társadalom is olyan, hogy azért ide olyan hasonszörű emberek jönnek azért. Tehát megszagogatjuk egymást, és tudjuk, hogy ki kicsoda. Úgymond félszavakból nyilván értjük egymást, hogy a bíró miért mondta ezt, ő elfogadja. Szóval a nagy dolgok itt nem történhetnek, hiszen nem azért, mert ismerjük egymást, hanem egyszerűen azért, mert egy tőről fakadunk. Én mindig szoktam mondani, hogy a vadászkürtösök és a vadászkutyások, a lelki világuk az olyan nagyon egyforma, és ez nem véletlen, hiszen az egész kultúra az majdnem azonos. Egyik nélkül se szeretnék már élni. Már az 1800-as években is szólt Magyarországon kürt, aztán a 30-as években is, ugye Károly Lajosról nagyon sok fotó van, hogy Károly fogja a kürt, ez az egy ilyen F hangolású tábori kürt. Az volt a gond itt Magyarországon, hogy azok az emberek, akik ezt a kultúrát képviselték, azok a történelem folyamán 30-40 éveket elmentek egymás mellett, és nem alakult ki egy ilyen egységes kultúrája a kürtölésnek, míg nem. 80-as évek elején egy pár hivatásos vadász, pontosan Sején, összesodort a szél, hogy úgy mondjam, a Buzgó Jóskát, a Jungenőt és a Rakovics Róbertet, aki már nincs köztünk sajnos. És az volt az érdekes, hogy ők mindannyian vérebet is vezettek, és aztán én is úgy kerültem oda közük, hogy egy vérefedeztetés kapcsán elmentem és összebarátkoztunk, ami aztán mindenkivel egy életre szólt. Mi csak a magunk örömére kürtölgettünk, aztán valahol ezt meghallották, akkor elhívtak, hogy kürtöljünk itt, meg kürtöljünk ott, meg kürtöljünk amott. Szinte egyedül képviseltük ezt a kultúrát Magyarországon. Utaztunk annyit 10 év alatt szerte az országba, baráti alapon mentünk. De ami a legfontosabb, így már visszagondolva azokra az évekre, az, hogy én mindig azt szoktam mondani, ha én milliárdos lettem volna az életembe, én akkor se jutottam volna el annyi gyönyörű szép helyre az országba, ahol a kürt kapcsán eljutottam, nem lenne az ország minden porcikájában, minden részében annyi igaz, jó barátom, akikkel együtt voltunk, akiknek mi is segítettünk, ők is segítettek. És akkor ebből alakult aztán a 90-es évek elejére, ki 80-es évek végére, az, hogy elindítottuk ezeket a kürtös tanfolyamokat, amik most is mennek azóta, és nagyon jó társaság jött össze, tehát országos szinten mondom, mint a Magyar Vadászkürt Egylet elnöke, hogy egy nagyon jó, egy színes forgatag a kürtösök élete. Ez is azt jelenti, hogy úgy megszagoltuk egymást, és úgy egytőről jöttünk úgy nagyjából, aki ezt képviseli. Nem is tudtam volna mást elképzelni, mint hogy egész életemben a vadászattal foglalkozok. Egyszerűen nem tudtam volna semmit úgy csinálni, kiteljesedve, mint ahogy a vadászatot, hiszen én sokszor így belegondolok egyre többször, és azt gondolom, hogy lehet, hogy volt olyan 5 perc az életem, vagy nem vadászattal foglalkoztam, de nem tudom, hogy mikor volt az. A vadászatot úgy gondolom, hogy egy életet kell rááldozni, biztos, hogy egy életet kell rááldozni, akkor, ha jó akarja csinálni az ember. Az egy életmunkája, az biztos.
A műsort a Bélmegyeri Vadászkastély támogatta. A műsor támogatója a Kos Fashion. Társad a vadászaton. A műsor támogatója a Nimród Vadászújság. A műsor támogatója a Gyógyfű Kft. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe.